A Pocket zsebkönyvek egy 2018 áprilisában indult kezdeményezés, amelynek célja a minőségi irodalom terjesztése könyvautomatából, elérhető áron zsebkönyv formában. Nyíregyházán 2019 novembere óta lehet könyveket vásárolni a könyvtár előtt található Pocket zsebkönyv automatából, amely a Zsiga becenevet kapta. Minden megtalálható benne. És szerintem az a legjobb benne, hogy tényleg olyan művek kerülnek a kezünkbe így, ami magunktól nem biztos, hogy tényleg elolvasásra került volna. Aztán rájövünk, hogy ilyen van, és tényleg de jó, és tágul egy kicsit a nézetünk, meg tényleg az ízlésünk is. Jelenleg zárva a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, és az ajtóban való könyvkiszolgálás is szünetel, az automata azonban elérhető. A nyíregyházi Pocket közösség ezt szeretné népszerűsíteni a Zsebemben a város fantázia nevet viselő fotópályázattal. A cél, hogy a résztvevők ötvözzék a zsebkönyveket a településsel, ahol élnek, és mutassák ezt meg egy kép formájában. Nem feltétlenül csak a nyíregyháziaknak, hanem az országos csoportba is beraktuk ezt a kezdeményezést, és mindenhonnan várjuk a képeket. Annyi lenne a lényege, hogy venni kell egy pocketet magunkhoz, elmenni sétálni, és készíteni egy képet róla valahol a városban, vagy azon a településen, ahol ugye lakik a kedves pocketes. Ugye ezzel szeretnénk ösztönözni azt, hogy kimenjenek a szabadba, mert sajnos mi most nem tudunk személyes programokat szervezni, de ugye egyedül mindenki elmegy sétálni, vagy a családjával. Ezért gondoltuk ezt, és ennek a fotópályázatnak az a neve, hogy Zsebemben a város. Az elkészült képeket a pocket.nyiregyháza@gmail.com címre várják a készítő nevével és a fotófantázia címével. Beküldési határidő 2021. április 23-a.